Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves testvéreket. A Hit Kapuja című adásunk következik. A Hit készülünk föl ezekkel a beszélgetésekkel itt a Mári Rádióban. És elsősorban olyan kérdésekre próbálunk válaszolni, illetőleg ezeken elgondolkodni, ahol a hitünket, a hitünk alapjait támadják, vagy megkérdőjelezik, hogy Szent Péter Apostol írta az első levelében, álljatok mindig készen arra, hogy megfeleljetek mindazoknak, akik kérdezik, hogy mi az alapja a reményeteknek. Szeretnénk mi is tudni mindig a hitünkkel kapcsolatban választ adni önmagunknak is, és azoknak is, akik minket a hitünkről kérdeznek. Nagyon sok embernek a kereszténységgel kapcsolatban az egyik legfőbb ellenvetése, vagy vagy problémája, az az, hogy az egyház történetében mennyi szörnyűség és mennyi bűn is volt. A kereszténység sokszor úgy tűnik, mint ami nagyon sok erőszakot és zűrzavart hozott a történelembe. És hát ezeket szokták úgy is emlegetni, mint nyilvánvaló bizonyítékát annak, hogy a, a kereszténység nem lehet az igazi vallás, sőt nem lehet hasznos, hanem inkább kártékony valami. Nagyon sokan, mint ö, elsődleges példát, a keresztes hadjáratokat és az inkvizíciót szokták megemlíteni. A mai estén ezzel a két témával szeretnék ö, foglalkozni. S mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy semmiképpen nem akarjuk a múltnak a bűneit mentegetni, vagy a feketét fehérre mosni. A bűnöket letagadni. Nagyon szomorú dolog az, hogy Krisztus tanítványai igen gyakran nem úgy viselkedtek, nem ahhoz méltóan éltek, amit Krisztus tőlük elvárt és amit nekik parancsolt. Jézus azt mondta: Arról ismerjenek majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És szintén ő mondta: Ha valaki megbotránkoztat, csak egyet a legkisebbek közül. Jobb lett volna neki, hogyha malomkövet kötöttek volna a nyakára és a tengerbe vetették volna. 16. Benedek pápa mondta, az egyháznak nincsen nagyobb fájdalmai szenvedése, mint a saját papjainak a bűnei és gyengeségei. A papnak, akinek a szeretet követének kell lennie, különleges feladata, hogy hitelesen jelenítse meg Krisztust és az evangéliumot. Azzal együtt azonban, hogy nem akarjuk a múlt bűneit mentegetni és tisztára mosni, szeretnénk arra is törekedni, hogy a történelmet ne egy torz módon lássuk, ne tendenciózus vagy egyoldalú történelmet ismerjünk. Jellemző volt a, az elmúlt rendszerben, a szocialista rendszerben, itt Magyarországon is, hogy a, az egyházat mindig negatívnak. Mutatták be a történelem tanítás folyamán a hibáit nagyították, a kereszténység érdemeit, értékeit pedig szinte teljesen elhallgatták. De nem csak a kommunista rendszerekben, hanem sokkal tágabb értelemben is igaz az, hogy gyakran a történelmet tendenciózusan tanítják és mutatják be. Hadd mondjak erre egy nagyon jellemző példát, egy hatalmas harc volt hosszú időkön át az angol és a spanyol gyarmatbirodalom között a gyarmatoknak a megszerzéséért. És ebben a küzdelemben, ahogyan tudjuk, lassanként az angolok kerültek fölül nekik lett egy hatalmas világbirodalmuk. És a küzdelemben az angolok alkalmazták a pszichikai hadviselést is és próbálták a spanyolokat a lehető legsötétebb színben feltüntetni. Úgy is nevezik ezt a mentalitást, hogy a fekete legenda. Próbálták úgy bemutatni a, a spanyol népet és a spanyol, spanyol történelmet, mint a lehető legkegyetlenebb, legsötétebb világot, az inkvizíció, a konkvisztádoroknak a kegyetlenségeit, amelyeket Amerikában követtek el, a végsőkig fokozták és nagyították, miközben a történetírás egy kicsit megfeledkezett az angolok és franciák által elkövetett hasonló szörnyűségekről. A történelem, amit tanulunk, amit az egész világ manapság ismer, az a győztesek által megírt történelem. A, az angol és francia szemléletben megírt ö, történelem, legalábbis, ami ezt a a gyarmatosítási időszakot érinti. Mennyire érdekes például, hogy mindannyian talán emlékszünk arra, hogy tanultunk a középilletőleg Dél-Amerikában elkövetett szörnyűségekről, a konkvisztádoroknak, a spanyol katolikus hódítóknak a kegyetlenségeiről. Azonban ezeken a területeken, tehát Közép- és Dél-Amerikában, Hatalmas, benszülött népek, indián népek életben maradtak. Mind a mai napig Mexikóban, Bolíviában és másutt hatalmas népcsoportok, több milliós, sőt néha tízmilliós népcsoportok élnek, az anyanyelvüket meg tudták őrizni, nem írtották ki őket. Észak-Amerikában egyetlen nagyobb indián törzs sem tudott ö, életben maradni, kisebb csoportok talán leginkább Kanadában. Még léteznek, de gyakorlatilag, ahol angolok és franciák hódítottak, ott az indiánok teljes mértékben kipusztultak. És mégis a történelmi tudatunkban az van előtetve, hogy a spanyolok voltak kegyetlenek, a, az angol és a francia hódítók kegyetlenségeiről alig-alig tanulunk. Fontos lenne tehát figyelnünk arra, hogy a történelmet ne egy torz módon. Értsük és tanuljuk meg, hanem reálisan lássuk. Fontos ezen kívül arra is törekednünk, hogy ne a magunk korának a mércéjével ítéljünk meg egy nálunk több száz évvel, vagy talán ezer évvel korábban történt eseményt. Jó talán csak arra gondolnunk, hogy a korábbi évszázadokban rengeteg háború volt, ami azt jelentette, hogy egy-egy felnőtt férfi igen gyakran csak úgy tudta megérni a 40-50 éves életkorát, hogy több nagy csatában már részt vett. Életében több embert ő személyesen saját kezével megölt, méghozzá közelharcban, borzalmas módokon. Tehát a gyilkolás, a háború sokkal inkább benne volt az emberek életében. Szintén nagyon gyakori volt a kivégzés, a halálbüntetés. Egy-egy kivégzésre egy városnak a főterére az emberek összejöttek, tátott szájjal nézték, anyukák, a, a kisgyerekeiket oda kivitték, tehát teljesen természetesen az emberek életében az erőszak a háború a halálbüntetés ott volt. Nem szabad tehát a mikorunknak az értékrendje alapján megítélni. Egy nálunk sokkal más, másabb körülmények között élő kultúrát és korszakot. És nem szabad szóval talán elfelejtenünk azt sem, hogy a mikorunknak is rengeteg kegyetlensége van, amelyekről általában nem szeretünk beszélni. A kórházainkban kisgyermekeknek a százait, ezreit, millióit ölik, megpusztítják el. Valószínű, hogy több száz év múlva, amikor az emberiség majd erről tanulni fog, amikor a kisgyerekek tanulnak majd a mikorszakunkról, akkor döbbenettel fogják ezt tudomásul venni, hogy művelt orvosok, művelt emberek erre képesek voltak, hogy védtelen, ártatlan gyermekeket elpusztítsanak, még meg nem született életeket elpusztítsanak. Ugyancsak a, a mi világunkra jellemző az, hogy évente emberek milliói, tízmilliói halnak éhen. Miközben az emberiségnek egy jelentős része dőzsöl, dúsgazdagon él, pazarol, a kis ujját meg nem mozdítja arra, hogy segítsen, a közben emberek milliói és tízmilliói halnak éhen. A mi is megvan a maga kegyetlensége, brutalitása, amelyet valószínűleg több száz év múlva döbbenettel fognak tanítani és emlegetni. Ahhoz, hogy a keresztes hadjáratoknak a történetét megértsük, nagyon fontos látni ennek a küzdelemnek az eredetét, ami az iszlám megjelenésével és az iszlám hódítással függ össze. Az iszlám vallásnak a nagy alapítója, Mohamed, aki egy vallások iránt rendkívül érdeklődő mekkai fiatalember volt, látomásai voltak, különös üzeneteket hallott, egy nálánál jóval idősebb, dúsgazdag özvegyasszonyhoz, Hadidzsához kötötte az életét, összeházasodtak, és az asszony mindenben támogatta is az ő vallásos keresését. Ahogyan beszéltünk már erről, Mohamednek végül is menekülnie kell Mekkából, és Medinában Mohamed sokkal taktikusabb, az előkelőket rögtön maga mellé állítja, és nem sokkal később hadsereggel tér vissza Mekkába. 627-ben egy nagy hadsereg élén foglalja vissza Mekkát. Nagyon sokakat az ellenfelei közül megöl, egy teljes zsidó nemzetséget is kiírt, azzal a váddal, hogy szövetséget szektek ő vele szemben. És nem sokára megjelenik a tanításában a szent háborúnak, a küzdelemnek az eszménye. A koránban a 9. szúra 29. versében ezt olvassuk. Harcoljatok azokkal, akiknek megadatott az írás, és nem hiszik Allahot, az ítélet napját, és nem tiltják, amit Allah és az ő hírnöke megtiltott, és nem vallják az igaz hitet. Harcoljatok ellenük, addig, amíg önszántukból le nem róják a sarcot, és leigázásukat el nem ismerik. Mohamed maga elkezdi ezt a harcot a környező arab törzsek ellen, és aztán az arab félszigeten kívüli hódításokba is belefog. 629-ben ő foglalja el Akabát, ami a kapu volt, aztán Palesztina, illetőleg Egyiptom felé. Levelet írt a konstantinápolyi császárnak, a perzsa királynak, az etióp négusnak, hogy hódoljanak be az iszlám terjeszkedés előtt. Életének utolsó éveit aztán visszavonultan töltötte a kilenc feleségével, akik közül a legfiatalabb Álisá 7 éves kislány volt, amikor ő feleségül vette. És néhány évtized alatt az iszlám valóban meghódítja, talán nem túlzás azt mondani, hogy letarolja a közel-keletet, Palesztinát, Szíriát, Mezopotámiát, Észak-Afrikát és Hispániát. Ragyogó, virágzó kultúrák tűnnek el, néhány évtized alatt az iszlám hódítás nyomán. 711-ben elfoglalják Gibraltárt, és aztán Hispániának, illetőleg a Frank királyságnak is a területeit. Ha nem lett volna egy döntő ütközet 732-ben Poitjé-nél Martel Károlynak a hatalmas győzelme az iszlám hódító hadsereg fölött, akkor könnyen lehet, hogy Nyugat-Európát az iszlám hódítás szintén meghódította és letarolta volna. 732-ben áll meg tehát Nyugaton, az iszlámnak a terjeszkedése keleten nyilvánvalóan folytatódik, és eljut egészen Indiáig. Az igazsághoz fontos azt is hozzátenni, hogy az iszlám hódításnak az évszázadaiban voltak nyugodtabb és türelmesebb időszakok is. Különösen igaz ez a hispániai hódításnak az első időszakára, amikor annyira békésen éltek keresztények és muzulmánok együtt, illetőleg zsidók keresztények és muzulmánok együtt, hogy például a hispániai keresztények több helyen az arab nyelvet átvették liturgikus nyelvként, és a szentmisét arabul végezték. Ugyanennek a türelemnek a jele volt az, hogy egy nagyon művelt kalifa, Harun al-Rasid, a szent helyeknek a tulajdonjogát átadta Nagykároly Frank uralkodónak, sőt, a Szentcsír bazilikának a kulcsát is lemásoltatta és megküldte Nagykárolynak, tehát úgy tekintette, hogy a szent helyek a keresztény uralkodóhoz tartoznak. Azonban a későbbi évszázadokban ez a kapcsolat egyre feszültebbé vált. Csak hogy néhány eseményt említsek, 966-ban a bizánci császárnak sikerült Szíriát visszafoglalnia az iszlám hódítóknak a kezéből. A válasz erre Jeruzsálemben egy borzalmas vérfürdő és gyújtogatás volt, tehát az ott élő keresztényeken álltak bosszút a az akkori ö, uralkodók, a Fatimida kalifák. Nem sokkal később egy másik ö, nagyon fájdalmas esemény sor, egy Hakim nevű Fatimida kalifa került a trónra, egy félig talán őrült ö, uralkodó, aki akkor, amikor veszített a bizánci, bizánci császárral szembeni háborúban, akkor 30 ezer keresztény templomot sajátított ki, fosztott ki és tett tönkre. Többek között a Szent Csír bazilikában a Szent Sírt és levésette, megszüntette a meglevő sziklasírt és a föléje épült kápolnát, teljesen meg akarta szüntetni. Nem sokkal később pedig jött a legveszélyesebb fordulat, a Szelcsuk törökök kerülnek uralomra, főleg a, a kisázsiai Területeken is elfoglalják Bagdadot, Szíriát, és aztán 1077-ben Jeruzsálemet. Rengeteg zarándokot megölnek, kifosztanak, és ekkor a bizánci császár, aki a birodalmának a fennmaradásáért aggódik, segítséget kér a nyugati uralkodótól, a frank uralkodótól, illetőleg a pápától. Első Alexios bizánci császár, tehát követeket küld 1095-ben, ahol segítséget kér nyugattól, a nyugati kereszténységtől az iszlám hódítással szemben. És ekkor jön össze, ugyanebben az évben, 1095-ben Clermontban a zsinat, ahol a második Orbán pápa is ö, elmegy és a zsinaton elnököl, és ez az a zsinat, ahol elhatározzák a keresztes... Ö, Háborúknak, a keresztes hadjáratoknak az elindítását. Mit kell látnunk ebből az eseménysorból? Mindenek előtt azt, hogy a, a keresztes hadjáratok azok a nyugati kereszténységnek, illetőleg egyáltalán a keresztény világnak, a bizánci és a, a nyugat-római császárságnak egy kétségbeesett védekezési kísérlete. Volt arra, hogy ezt a hatalmas erejű iszlám hódítást megakadályozza, lefékezze. Nagyon fontos azt is látnunk, hogy ez a kísérlet bizonyos értelemben sikerrel is járt. Az iszlámnak a, az erejét több mint 200 éven át a, a keresztes hadjáratok teljesen lekötötték. Talán lehet azt mondani, hogy Magyarország, a magyar nép nyert 200 évet, azzal, hogy a a keresztes hadjáratok megtörténtek, ennyivel később érkezett hozzánk az iszlám hódításnak ez a feltartóztathatatlan hulláma. Egyes történészek szerint talán a népünk a létét is ennek köszönheti, azt, hogy még magyarság ma létezik. Talán ezt is ennek köszönhetjük, hogy ezek a, a védekező háborúk elindultak. És nagyon fontos világosan látni, hogy nem vallási háborúról van szó, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan nagyon mélyen hívő emberek, lelkes majd, hogy nem fanatikusan hívő emberek mentek ebbe a háborúba, de az indíték alapvetően nem ez, hanem a, az iszlám hódításnak a feltartóztatása volt, illetőleg a Szentföld megvédése. Ezek mögé a szándékok mögé természetesen rengeteg más és sokkal bűnösebb, emberibb szándék is beleférkőzött. Nagyon hamar a keresztes hadjáratokban fantáziát láttak kereskedők, különlegesen, és kikötővárosok, illetőleg hajós vállalkozók Genovából, Velencéből, akik a keresztes hadjáratokból hatalmas hasznot húztak a hajóknak a, a viteliárából. Igen gyakran a kereszteseket arra kényszerítették, hogy valahol kössenek, kihódítsanak meg a számukra egy-két kisebb területet, így született meg. A, akár mondjuk a velencei e, városállamnak egy hatalmas nagy területe a keresztes hadjáratok vonulási irányában. Így kapták meg például akár Zára várát a Magyar Királyság területéből. És hát csat csatlakozott a keresztes hadjáratokhoz rengeteg fanatizmus és ostobaság is, hogy csak egyet említsek, nagyon híres és nagyon szomorú Amieni Péternek a vállalkozása, aki meghirdette a szegények hadjáratát. Azt mondta, hogy a szegényekre az Úristen biztos különleges módon is gondot visel, és 20 ezer gyakorlatilag szinte föl sem fegyverzett, egyszerű embert toborzott össze. Amikor a hatalmas szegény hadsereg megjelent Konstantinápolynál, a császár villámgyorsan át is hajózta őket a Boszporuszon, hogy nehogy probléma legyen ott a, a szegényeknek az eltartásával, vagy esetleg a városban fosztogassanak. És ez a hatalmas embertömeg gyakorlatilag védtelenül a csatára, teljesen fölkészületlenül nézett ott szembe a Seltsuk törökökkel. Egyetlen csatában kb. 17 ezeren haltak meg közülük, és csak a maradék 3000 tudta nagy nehezen a keresztes tábort aztán elérni. Az első keresztes hadjárat nagyon nagy áldozatokkal, de végül is győzelemmel zárult 1099. július 15-én a keresztes seregek Jeruzsálemet bevették. A döntő roham előtt a Védőknek, akik körülbelül tízezren lehettek a városban, tehát egy aránylag kisebb város volt, illetőleg hát akik oda menekültek, körülbelül ennyien lehettek. A védők számára a döntő ostrom előtt szabad elvonulást ígértek és engedélyeztek az ostromlók. Azonban sajnos ez, ez is tény, hogy ahogyan a várost elfoglalták, szinte mindenkit kardélre hánytak, tehát egy nagyon kegyetlen, ostrom, illetőleg vérfürdő következett a város elfoglalása után. Ezt a, az eseményt azóta is az arab történetírás euh, tanítja ismétli, tehát mind a mai napig az arab gyerekeknek az emlékezetében Jeruzsálem ostroma és az utána következő vérfürdő nagyon mélyen az emlékezetükben jelen van. Ezzel kezdődik el tehát a, a keresztes királyságnak illetve hercegségeknek a, a léte. A Szentföldön gyakorlatilag a Jeruzsálemi Királyság összesen 88 éven át ö, működött egészen a Hattini csatáig, ahol Szaladin szultán egy katasztrofális vereséget mért a keresztes seregekre. Hogy milyen volt ez a, a keresztes világ ott a Szentföldön, azzal kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy az ott élő muzulmánok számára teljes vallásszabadság volt biztosítva, mecseteket birtokolhattak és építhettek, földet művelhettek, földet birtokolhattak. Annyira, hogy egy utazó, egy Ibn Jubáír nevű muzulmán utazó 1180 körül azt mondta, hogy a szegény muzulmánoknak a sorsa a Keresztes Királyság területén, a Jeruzsálemi Királyság területén sokkal jobb, mint a, az iszlám kalifátusoknak a fennhatósága alatt. Összefoglalva, nagyon fontos látni a keresztes hadjáratokról, hogy ezek mindenek előtt önvédelmi háborúk voltak, a nyugati kereszténységnek az önvédelmi kísérlete. Különösen is köszönhet ennek a, a kísérletnek. Nagyon sok mindent a magyar nép, ahol a, a török hódításnak az idejét minden bizonyja lesz több száz évvel eltolta. És hát ebbe a, a kísérletbe aztán be kell ismernünk, hogy rengeteg emberi bűn, gyengeség és kegyetlenség keveredett. Azonban nagyon fontos, hogy mindezt ne a mai kornak a mércéjével értékeljük és ítéljük meg.